Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit, augusztus 4-én, kedden, 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először egy Alexander Ekman balett próbáiról számolunk be, majd megismerkedhetünk egy legendás vasútvonal történetével. Ezután kilátogatunk a művészkorzóra, végül pedig Tolcsvai Béla koncertjében nyerhetünk bepillantást. Tartsanak velünk! Alexander Ekman Szeszély című kortárs táncművészeti darabjára készülnek a Balettszínház művészei. A darab betanítását Matilde van de Meerendonk, a világhírű holland balettmester végzi. Új darabbal készül a Székesfehérvári Balettszínház a rövidesen kezdődő évadra. A világhírű Alexander Ekman koreográfiája, a Szeszély, egy ízig-vérig kortárs táncművészeti darab arról, hogyan kell pozitív módon megélnünk az igaztalan kritikákat, még akkor is, ha belül nagyon fáj. A darab olyan különféle élethelyzeteket mutat be, amelyeket a mindennapjaink ihlettek. A próba folyamatot egy másik legenda, a holland gyökerekkel rendelkező, jelenleg Barcelonában élő és dolgozó Matilde van de Meerendonk irányítja, aki valósággal lubickol a különleges feladatban. Krisztina Porrest Mormeneót már Barcelonából, a konzervatóriumból ismerem, és Egerházi Attila is azok közé tartozik, akivel szintén Katalóniában találkoztunk. Barcelonában létezik egy posztgraduális együttes, amely csupa fiatalokból áll. Vannak köztük olyanok, akik ott végeztek az egyetemen, és természetesen olyanok is, akik máshonnét érkeztek. Remek szisztémával dolgoznak, hiszen a világ élvonalába tartozó koreográfusokat hívnak vendégül. A Szeszély című darabot Alexander Ekman például oda készítette. A Szeszély darabról beszélünk, hiszen Alex Ekmanról tudjuk, hogy a kortárs táncművészet egyik kimagasló személyisége, és ez a Szeszély darab is az ő különleges látásmódját mutatja. Milyen ez az Ekmani gondolatsor táncban? It's a piece about a group of people. A legkülönbözőbb érzelmeken és érzéseken mennek keresztül ebben a darabban. Olyan érzelmeken, amelyeket mi emberek a mindennapi életünkben nem mutatunk meg. Az őrültség, a vágy legkülönbözőbb formái szerepelnek, amiket mi szeretnénk eltakarni, de itt ebben a darabban ezek az érzelmek láthatóvá válnak. There's a lot going on. Milyen a próba folyamat, hiszen teljesen új dolog fogadta itt Székesfehérváron. I am very happy here because úgy gondolom, hogy Krisztina és Egerházi Attila kellően elkötelezettek, és rendkívül magas művészeti szinten végzik munkájukat. Nagyon fontos számomra, hogy mire megérkeztem Székesfehérvárra, addigra a darabot Krisztina már betanította videóról, ami nekem nagy segítség, hiszen olyan fontos részletekről tudok dolgozni, amire esetleg más esetben nem maradt volna idő. Ez számomra egy rendkívüli dolog. And for me that's very exceptional. Egerházi Attila és a társulat számára óriási kihívást jelent ez a darab. Egyrészt a régi ismerettség okán, másrészt pedig, mert egy Ekman koreográfiát előadni, amelyet ráadásul a jelen egyik meghatározó balettmester állít színpadra, bizonyosan szintlépést jelent a társulatnak és a nézőknek egyaránt. Tényleg valóban nagyon régóta ismerjük egymást, dolgoztunk már együtt, nyilván nem a Székesfehérvári Balettszínházzal, hiszen ez egy új társulata a városnak. Valóban szintlépést jelent, hiszen azt gondolom, hogy egy ilyen világhírű koreográfust és a világ élvonalához tartozó koreográfusnak a darabját bemutatni, természetesen pénzkérdés is, de elsősorban nem pénzkérdés, hiszen egy ilyen szintű koreográfus nem elsősorban pénzért a darabot, hanem olyan együtteseknek, olyan társulatoknak a világon, és nem is túl soknak, akiknek a táncművészeit és az együttes szellemiségét alkalmasnak tartja arra, hogy az ő darabját interpretálja, mégpedig a megfelelő és elvárt színvonalon. Úgyhogy ez valóban egy szint lépést jelent, és egy értékmérő is ilyen szempontból nézve. És egy nagyon izgalmas darabról van szó, nagyon sokat tanulhatnak belőle a táncosok, és egy nagyon vidám, nagyon lendületes, nagyon pezsgő darabról van szó, ami azt gondolom, hogy meg fogja ragadni a székesfehérvári nézőknek a szívét, lelkét. Hol tart a próba folyamat?
Hát utolsó simításokat végezzük, hiszen Matilda, amikor idejött, akkor a balettmesterünk Krisztina Porres Mormenő ezt videóról betanította ezt a darabot, így sokkal több ideje maradt Matildének a részletekkel és nagyon fontos részletekkel dolgozni, amit olyan a darab lelkét adja. Kész vagyunk a darabbal, hát most mondhatnám azt, hogy akár holnap, majdnem, hogy holnap már színpadra mehetnénk, de hát azért van mit dolgozni rajta, hogy ez olyan fényben csillanjon meg ott a színpadon majd október 21-én, a bemutató napján a Vörösmarty Színházba, ahogy azt Alexander Ekman is elvárna, és jó magam is. Krisztina Porres Mormeneónak, a társulat vezető táncosának és balettmesterének is sikerült elmélyülnie a koreográfia különleges mozgáskultúrát és gondolatiságot hordozó jeleneteiben. Nagyon-nagyon érdekes, hogy most ezen a darabon tudom dolgozni, hogy az elején még videóról tanultunk, és utána még jött a Matilde, és itt felemelt a szintet, ezt nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt tud lenni, és nagyon elvezünk a táncosok bele dolgozni, mert a balettóra is tart, és az nagyon fontos az együttes, hogy legyen ilyen vendégünk, még ilyen darabod, mint az Ekman itt a repertoáron belül. A repertoárod ismert, hiszen jószerűen valamennyi fontos kortárs táncművészeti darabban szerepeltél. Mitől különleges Ekman darabja? Hát nagyon expresszív, kifejező, nagyon filozofikus, nagyon kell mélyülni a dolgokat, amit nem csak panelek, vagy nem csak imitációt kell csinálni, hanem tényleg átgondolkozni, hogy miért csinálod minden. Nagyon közel az Attila munkája, amit azért jó nekünk, hogy már közelítünk a előbb másik koreográfiával, és most könnyebb jön ezt az érzés, de mégis teljesen más a dinamika, meg átképzelés használja az Ekman, azért nagyon különleges. Szerintem nagyon fontos, hogy tudunk ilyen darabot is táncolni. A bemutatóra október 21-én a Vörösmarty Színházban várják a kortárs táncművészet barátait. A Vokéban nyílt meg az a kiállítás, amely a 160 éves Székesfehérvár Komárom vasútvonal történetét dolgozza fel. A tárlaton a gyűjtők és a MÁV fotókör jóvoltából ismerhetik meg a vasútvonal legendáját az érdeklődők. Idén ünnepeljük a Székesfehérvár Komárom közötti vasútvonal megnyitásának 160 éves évfordulóját. A Voké Vörösmarty Mihály Művelődési Házban megnyílt kiállításon egyedülálló tárgyak mutatják be az Észak-Dunántúlt átszelő vonal történetét. Óriási dolog volt annak idején, az egyik legkorszerűbb lépés volt a közlekedés fejlesztésében. Gondoljuk arra, hogy műutak nem voltak. Utoljára műut a rómaiak idejében volt, amit kiköveztek, később sáros utakon mentek az emberek, akár szekerekkel, akár postakocsikkal. A vaspálya az olyan előrelépés volt, hogy rossz időjárási viszonyok között is megbízhatóan lehetett közlekedni, terheket is, és személyeket is továbbítani. Tehát közelebb kerültek az ország részek is egymáshoz, és az államok is egymáshoz ezáltal. Mennyiben volt tetten érhető 160 év alatt a folyamatos fejlődés? A fejlődés mindig megvolt, mert először még nyitott mozdonyok voltak, és vegyes tüzeléssel, tehát fával, szénnel tüzelték, és a szabad ég alatt dolgozott a fűtő is, meg a mozdonyvezető is, aztán egyre korszerűbbek lettek. A gőzgépek is korszerűbbek lettek, túlhevített gőzzel dolgoztak a későbbi mozdonyok, és nagyon komoly sebességet is el lehetett vele érni, és egyre nagyobb erejük volt ezeknek a gőzmozdonyoknak. Később már nyilván beburkolták, tehát már nem a szabad ég alatt dolgozott, és rakta a tüzet a fűtő, bár kétségtelen hatalmas fizikai munkája volt. Utána, amikor már nem szénnel, fával kellett a mozdonyt fűteni, hanem már megszületett a robbanó motor, és nyers olajjal, illetőleg dízel olajjal üzemeltek a vontatójárművek, az egy újabb előrelépés volt. A legjobb nyilván a mostani, amikor már felső vezeték van, és elegánsan akár fehéri nyakkendőben lehet vezetni egy szerelvényt, hiszen csak fel kell engedni az áramszedőt, az energia onnan jön. Korábban azt elő kellett állítani.
viszont a hőskorra visszanézve azok az emberek csodálatosak voltak. Az ő fejük ért annyit, mint egy komputer, mert ő neki ismernie kellett több száz kilométeren a vasútvonalat, akkor nagyon lényeges volt, hogy mikor jön emelkedő például, mert akkor több energiához folyamatosan több megfelelő nyomású gőzt kellett a tartályba készíteni, tehát fejleszteni. A dízelolajnál már könnyebb volt, csak legyen teli a tartály, és időnként vételezzen, de nekik úgy kellett az energiát előállítani a semmiből. A Magyar Vasút ikonikus vonalának története számos gyűjtőnek jelent egyedülálló lehetőséget. A fehérvári tárlaton többek között régi jegyek, jegykiadók, lámpások, állomásképek, alaprajzok, térképek és fotók szerepelnek. A vasútvonal kereken 160 évvel ezelőtt, 1860. július 1-én nyílt meg. Azt kell róla tudni, hogy egykoron a Újszonyból, a mai Komáromból indult el az építkezés, és haladt egészen mai Székesfehérvárig. Székesfehérvár vasútállomása is ebben az évben ünnepli jubileumi évfordulóját, mert szintén 160 éves. Hogy mit kell erről a vonalról tudni, a Császári Déli Vasúttársaság építette. A Déli Vasúttársaság ugye részben Ausztriába üzemeltetett vonalakat, majd átjöttek Magyarországra. Magyarországon a második vonal a jövőre jubiláló Székesfehérvár Nagykanizsai vonal, de a Déli Vasúttársaságnak voltak vonalai a mai Szlovénia, illetve Horvátország területén is. 160 év egyben azt is jelenti, hogy ugye ez 1860-ban született meg, én azt gondolom még a kiegyezés előtt ez egy óriási jelentőségű volt. Mit jelentett akkor egy ilyen vasútvonal? Hát akkoriban ez mindenféleképpen az itt élőknek, a környékben lakóknak nagyon nagy jelentőséggel bírt. Ugye mind áruszállítás szempontjából, mind személyszállítás szempontjából a térségben nevezhetjük úgy az első fő közlekedési eszköz volt ez a vasútvonal. Milyen vonatok közlekedtek, hiszen láttuk, hogy itt folyamatosan, láthatjuk a képeken a folyamatos fejlődést is. Így van, folyamatos fejlődésnek indult ez a vonal. Kezdetben gőzmozdony vontatású szerelvények közlekedtek, illetve a későbbiek folyamán pedig motorkocsis vontatású szerelvények is megjelentek a vonalon, illetve mai nap mégis motorkocsi vontatású szerelvények közlekednek részbe ezen a vonalon. A kiállításon kiváló fotók teszik teljessé az élményt, a MÁV fotókör tagjainak munkáiból láthatnak válogatást az érdeklődők. Mi itt a házban vagyunk, mint klub is, és hát ezért is, mivel hogy így is kötődünk a vasúthoz, mert egyik kedvenc téma is azt hiszem mindenkinek a vasút, és szívesen hozzájárultunk ehhez a kiállításhoz. Mit ad ez pluszban, hiszen a vasutat mindenki kedveli, mint közlekedési eszközt, viszont fotózni sem minden? Nehéz, tulajdonképpen erről nagyon nehéz beszélni, mert mindenkinek saját meglátása van, hogy milyen formában szereti a vasutat. Maga a vonat, a régi vonatok, a régi vasúti kocsik, ezek mindegyik mindenkit megragadnak, és nagyon szívesen fotózzuk őket. A kiállítás augusztus 19-éig ingyenesen tekinthető meg egyéni látogatók és csoportok számára egyaránt. Stand-uppal és két remek énekes dalaival folytatódott a művészkorzó a Városház téren. Szombaton Andrássy Máté, Juhász Illés, Maten Vanda és Isaac Thomas volt a belváros vendége. Emlékszem, köszönöm. Sok-sok évvel ezelőtt egy kis cicát játszottam a Macskafogó című musicalben. Ki volt húzva a szemem, volt cicafarkam, latex ruhám. Az egyik jelenetben egy verekedést kellett imitálnunk az egerekkel, itt véletlenül belehajoltam egy ütésbe, színpadi hiba történt, eleredt az orrom vére, bevittek a baleseti sebészetre, úgy, ahogy voltam, a jelmezemben. A doktor úr végigmért, és azt kérdezte a fiatalember, bocsásson meg, ne haragudjon, hogy megkértem, de maga valami pervers? Azt mondtam, nem doktor úr, de hogy is? Nem, színész vagyok.
Folytatódott a Városház téren a művészkorzó. Először a Vörösmarty Színház művészei Andrássy Máté és Juhász Illés stand-up műsorát láthatta a közönség. Andrássy Máté ezúttal saját írói vénáját csillogtatta meg. Az kezdeti időszak alaposan megviselt, de talán ahogy mindenkinek, két hét alatt átfordult a helyzet, és elkezdtem írni egy egyéni estet, aminek hát nagyon örülnék, hogyha aminek majd a premierje lehető, valószínűleg a Vörösmarty Színházban fog megtörténni a nézőtéri büfében. Egyrészt így telt, tehát végre kiírhattam magamból sok mindent, azaz megtanultam írni gyakorlatilag, tehát képeztem magam, másrészt pedig a bátyám építkezésén dolgoztam, mint kőműves és ács, úgyhogy még két szakmát ki is tanultam, amellett, hogy a saját, egy, nem, ez összesen három, az író, az ács és a kőműves. Miként fogadtátok az invitálást erre a művészkorzó estre, délutánra? Én azt a lehetőséget vettem ebben észre, hogy esetleg egy, ha nem is az egészet, de talán egy szösszenetet, egy kis ízt meg tudok mutatni abból, amit sikerült papírra vetnem, talán egy részt. Úgyhogy én ezt a lehetőséget fedeztem fel ebben a mai alkalomban, és ennek igyekszek eleget tenni. Most sokkal inkább izgulok, mint szoktam az évad elején, mert nagyon sok időt telt el, hogy utoljára voltam nézők előtt, és azok a nézők, azok bent voltak a színházban, az utcaszínházról pedig fogalmam sincs, úgyhogy meglátjuk, hogy sikerül. Viszont hétfőn már tudni fogjuk, hiszen indul az évad. Azt hiszem, hogy fantasztikus előadások sorra vár rátok. Hát, ha jól tudom, elkészült az Ember tragédiája 2, amiben már megvolt az olvasópróba és a szereposztás, ezt nagyon várom. Emellett pedig elkészült, hát a másik, ami nem is elkészült, ez már régóta megvan, a Táncos a sötétben, amit a Horváth Csaba fog rendezni. Láttam a filmet, nem tudom a színpadi átirat milyen, de nagyon izgalmas, izgalmasnak ígérkezik. Az is, és az évad további része is. A közönség kedvenc Juhász Illés ezúttal is bizonyította, hogy remekül áll neki a történetmesélés, főleg, ha eredeti, könyvfakasztóan egyedi humorra látszott gondolatait osztja meg velünk. A legkisebb gyermekem, aki még iskolás, még ő is bánta bizony, mert nagyon hiányzik neki már az iskola, az iskola társai főleg, meg a tanulás, mondjuk ő tanuló. Hát ezért, hát én nem örültem neki egyáltalán, sőt nagyon, nagyon rosszul érintett, megmondom az igazat, nehezen viseltem. Mondjuk az volt a jó, hogy közben költöztünk májusba, és akkor az úgy valamennyire elvonta a figyelmemet, meg hát volt mit csinálni, egészen a nyáron is a kertet, meg egyáltalán, de hát nagyon nem volt jó időszak ez az életemben, és remélem már nem lesz több ilyen, vagy szóval nem nagyon szeretném. Most viszont megérkeztetek a művészkorzóra, miként várod ezt az eseményt, hogy készültél rá? Hát keményen készültem rá, ugye. Nem volt sok dolgom, úgyhogy végül is volt rá időm, úgyhogy készültem fejben, lélekben, szövegtanulással, mindennel, elég sokat, úgyhogy várom nagyon. Az első 5 hónap után az első megmérettetést, vagy az első közönséggel való találkozás, de hát remélem, hogy rendben lesz minden. Hétfőn pedig megkezdődik az évad, mozgalmas lesz annyi szent. Azt hiszem, hogy fantasztikus előadások várnak rátok, és ránk nézőkre is. Hát igen, én bízom benne, hogy nem lesz semmi gond már, hogy a Covid-dal kapcsolatban, és akkor az évad végre le tud menni rendesen. A tragédia, Ember tragédiája 2-vel kezdünk, ugye, aztán majd a Csónakba veszek részt, aztán szóval lesz dolgom elég ebben az évadban is, örülök neki, és nagyon várom már a kollégákat, a munkát, meg egyáltalán az egész légkört, ami a színházban van. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of here, even if it's safe. Matern Vanda, a Fehérvár hangja versenyben feltűnt fiatal énekes ezúttal is varázsolt. Nem lehet kérdéses, hogy bár még a pályája elején jár, nagy jövő előtt áll. Igazából naponta készülgetni szoktam, énekelgetni, úgyhogy ez így nem újdonság, és hát nem tudom, mit mondjak. Mit hoztál nekünk? Legelőször el fogom énekelni a Stingnek az Englishman in New York című számát, a második Billie Eilish-től a Lovely lesz, és a legutolsó pedig Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Call you up in the middle of the night.
like a fire found without a light. You were there like a blowtorch burning. A napsütéses délutánon még a jövő egy másik reménysége is bemutatkozott a fehérváriaknak. Isaac Thomas gitáros énekes dalaival különleges élményt nyújtott a művészkorzóra látogatóknak. Folytatódott a Pákozdi Katonai Emlékparkban az emlékparki nyár koncertsorozat. Pénteken este Tolcsvai Béla Kossuth Díjas énekmondó volt a vendég Szép szerelmem Magyarország című dalestjével. Öregapám megőrizte, édesapám jól becsülte, édesanyámtól tanultam, a magyar nyelvet én. Szülőföldem ékessége, az én hitem hirdetője, szép nyelvemnek száz virága, nyíljál büszkén a világra. Ez a részlet adta meg a Pákozdi Katonai Emlékpark koncertjének felhangját, hiszen a Kossuth Díjas énekmondó Tolcsvai Béla Szép szerelmem Magyarország című szerzeménye kifejezi mindazt, amit a nemzeti összetartozás évében Kárpát-medence szerte együtt gondolkodásra sarkalja honfitársainkat. Az anyanyelv szépsége és az anyanyelvnek az a csodálatossága, a magyar nyelv, ami varázsoltos, és egyszerűen azóta is bele vagyok szerelmesedve, és hirdetem, ahol csak tudom, hogy nincs még egy nyelv, ahol az ember úgy kezdi a tudás átadásának igéjét, hogy a magyar a magyarnak magyaráz. Sehol sincs a földön. Számtalan koncert volt már. Mi a személyes tapasztalatod, mire ösztönzi az embereket ez, hiszen az összetartozás érzését mindenképpen erősíti? Az a műsor, nem gondoltam volna, hogy 13 éve játszik a Kacsival, és egyszerűen nem gondoltam volna, hogy az emberekből ekkora emóciót vált ki. Az, hogy a rég nem hallott verseket, és a végtelenségig nyúzott formákat, versformákat új köntösbe lehet előadni, és az emberek szabályosan a végén könnyezve mennek ki. A KEM programjában már két esztende is nagy sikert aratott dalfűzérre, idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak. Görög István házigazdaként bizonyos abban, hogy a magyar irodalom haza és ember szeretetre szóló alkotásainak legjavából összeállított műsor üzenete nyitott szívekre talált. A tőlem messze jársz, a vas én szívem mindig báj. Miért nem maradsz mellettem, hogy ne fájjon a szívem. Ennek a katonai emlékparknak, amelynek az a fő feladata, hogy a 170 év emlékét őrizze, az elődök példaadó értékkövetését bemutassa. Fontosnak tartjuk azt, hogy olyanoknak adjunk teret, és adjunk lehetőséget, hogy ezeket meghallgassák minél többen, akik valóban értéket közvetítenek. Két évvel ezelőtt láthattuk vendégül először, és akkor is ugyanezzel a céllal hívtuk meg. Úgy éreztük, hogy őneki itt otthon van. És örülünk annak, hogy a művész úr is ezt így érzi, és most már évente visszatér. 2020-ban mennyire közösségépítő erő egy ilyen dalest? Én úgy érzem, hogy ebbe a parkba sok mindenki, sokféle ember fordul meg. Nagyon örülünk annak, hogy akik kicsit fanyalogva is jönnek ide, mert hogy hát ez a katonai emlékpark, mit mondhat ez nekem, azok is egy ilyen látogatás után úgy mennek el, hogy valami más vártak és más kaptak. És ezt hisszük, hogy ez egy fontos, hogy Tolcsvai Bélával is egy olyan közösség, olyan társaság érkezik évről évre, akik máskülönben nem jönnek erre.
és miközben itt vannak, körülnéznek, azt hiszem bennünk is megerősödik az, hogy igenis fontos az, amit megszemélyisít maga a park, amit értékelt a park képvisel. És ebben azt hiszem, hogy amikor nézők egy-egy ilyen est után hazamennek és visszatekintenek, akkor csak azt tudják mondani, hogy igen, ez párhuzamban van, igen, ez kiegészítette egymást. Tolcsai Béla bevezető gondolatában úgy fogalmazott, hogy filozófusaink nincsenek, viszont az összes filozófia ott van a sok-sok versben. Rengeteg versünk van, mind-mind útmutató, és ha valaki erre rálép, akkor nem tud tőle megszabadulni. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!